Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, Emkis Sándor történésszel és Horváth Miklós történésszel együtt, akikkel megnézzük azt, hogy 1956. október 28-án, amelyet a forradalom és a szabadságharc történetében egy ilyen választóvonalnak vagy vízválasztónak is tekintünk, mi is történt Budapesten, illetve vidéken. Németh Lászlónak van egy érdekes megállapítása. Azt mondja, hogy nem azokban az országokban szokott általában a forradalom kitörni, amelyik a legelnyomottabb állapotban vannak, hanem amelyek a legvisszanyomottabb állapotban vannak. Tehát ez a nagy robbanás, és ebben van nagy igazság. Ha a 28-án történteket nézzük, akkor pontosan azt látjuk, hogy ebből a visszanyomott állapotból 23-án kezdenek ki emelkedni az emberek, és elég egy mondat. Ugyanis a Nagy Imre mondat mögött nincs garancia. Nem tudjuk, még ő se tudhatja pontosan, hogy mi történik, tehát nem negatív attitűddel mondom, de azzal, hogy ez a visszanyomottság úgy tűnik, hogy végleg eltűnt. És hát én 13 éves voltam, de boldog volt a nép. Tehát itt nem arról volt szó, hogy most akkor győztünk, hogy legyőztük az oroszokat meg. Nem, ez mindkérem. Egyszerűen az, hogy elindultunk, valamit akartunk, megkaptunk, és hiszünk abba, hogy amit nekünk mondtak, ez igaz lesz. Tehát ilyen szempontból, nem csak katonai, de társadalmi szempontból is, 28-a azt hiszem, hogy a magyar történelem egyik legboldogabb napja volt. Viszont van egy másik esemény, október 30-a, és nagyon sokan úgy vélekednek, vagy legalábbis hosszú időn keresztül ezt tanították a Kádár korszakban, vagy a Kádár rendszerben, hogy október 30-án Budapesten a köztársaság téren a Budapesti Pártbizottság ostroma megfordítja, idézőjelbe, az egész eseménysort, és ez a Szovjetunió álláspontjában is jelentős változást. Tehát nem tudom, hogy egy ilyen esemény, ahol tragikus dolgok történtek, valóban ilyen hatást gyakorolhatott volna a forradalom és a szabadságharc megítélésére? Nem. Nem. Október 30-a önmagában egy tragikus dátum, amit érdemes alaposan megnézni, mi volt az okok, mik voltak az okok, miért történt, de hogy azért, mert itt a pártházostra megtörtént ez a nagy politikában változás adott volna, ezt én kétlem. Sokkal inkább arról volt szó, hogy mi történik a világpolitikában, mi történik a nyugati kommunista pártokban, milyen információk érkeznek Moszkvába, mi történik a Kelet-Európa, tehát a hódoltságban, milyen információk jönnek, és milyen belső vita van a Szovjetunión belül. És hát miután én azt gondolom, hogy arra végre, mivel jutottak, hogy Nagy Imre továbbiakban nem tudja garantálni azt a politikai rendszert, ami számunkra alapvetően fontos, innentől kezdve ezért született meg a döntés. Na most azért egy mondatot hagyd tegyek hozzá. Hát attól függ, hogy milyen szempontból nézem, ugye Gorbacsov nem lehet azt mondani, hogy meg akarta dönteni a szovjet birodalmat, viszont a diktatúra épületéből kivett egy követ, és ez összeomlott. De a diktatúra minden egymásra van építve, ha hozzányúlok, akkor bukik. Tehát feltehetően a szovjet keményvonalasok arra adtak választ, és erre kényszerítettek mindenkit, hogy ne nyúljunk ehhez az épülethez, mert ha hozzányúlunk, akkor összeomlik. És ilyen szempontból nekik a maguk szempontjából igazuk volt. És akkor Nagy Imre ezek szerint egy ilyen téglakiverő volt? Nagy Imre élvezte a szovjet vezetés bizalmát, bár nagyon nem akarták, hogy mielőtt ide érnek, a központi vezetőség meghozza azt a döntést, hogy Nagy Imrét miniszterelnöként hozza vissza. Már a forradalom előtt tudták jól, hogy a Magyarországon kialakult válságon Nagy Imre segítsége, közreműködése nélkül, ugyanúgy, mint 53-ban, maga Nagy Imre értékeli úgy a saját szerepét, letartóztatása után, hogy 53-ban is ő kellett ahhoz, hogy kivezesse ezt az országot a válságból, és 56-ban is ezt a szerepet szánták neki. A szovjet vezetés a maga szempontjából reálisan értékelte a magyarországi helyzetet október 30-án, 31-én. Itt egy olyan változás indult meg, a kormányerők dezorganizálódtak, a magyar hadseregről kiderült, hogy a néphadserege, az államvédelem passzívvá vált, főleg a 28. nyilatkozat után, tehát nem maradt erő, amelyik a Szovjetunió számára elfogadható módon stabilizálta volna Magyarország helyzetét, és jogosan látták erre, Nagy Imre sem volt képes, bár voltak olyan hangok, mint Mikoján, aki úgy gondolta Moszkvában, hogy még egy kis időt kellene adni Nagy Imrének, még nem kellene katonai erővel
hát ha megoldható így is a dolog. Nem volt, és most nem Nagy Imrére beszélek, a kommunista párt mögött már nem volt erő, amelyet alkalmazhatott volna, akár csak a 28-ai nyilatkozat betartására, hiszen a nép ugye, mint ahogy az államvédelemről volt szó, úgy olvasta, hogy megszűnt az államvédelmi hatóság. A párt úgy gondolta, hogy a 45 utáni koalíciós állapotokat állítja vissza, tehát csak azok a pártok működhetnek legálisan, amelyek ugye hozzásegítették a kommunista pártot a hatalomhoz. Az utca meg úgy olvasta, hogy szabad a gazda, több pártrendszer van Magyarországon. És nem volt már erő, amelyik nem állhatott ki senki, sem Kádár, sem Nagy Imre mondja, hogy emberek, hát olvassák el már, mi mit mondtunk, mi nem ezt mondtuk, és ezt Moszkvában jól látták. Tehát 31-én a szovjet vezetésben hangzik, Suez után nem adhatjuk oda, illetve Egyiptom után nem adhatjuk oda Magyarországot. Most, tehát itt ugyan van egy kommunista pár, de hány kommunista van? Ugye, tehát ez kétszer volt a más-más néven a kommunista párt, ugye tömegpárt, ugyanakkor nem voltak tömegei. Tehát 56-nak olyan jelszavai voltak, amit nem úgy kéne érteni, hogy bal-jobb, alapvető emberi követelései voltak, és az a nép értékrendjének megfelelt. Innentől kezdve vagy szembefordulok az országommal, vagy nem, Nagy Imre ezt nem tette meg. Na most, akinek viszont nem ez az érdeke, annak ezt fel kellett ismerni. Tehát az, hogy itt a kommunista pártra támaszkodhatott volna a hatalom, nem. A kommunista párt csak az erő szakszervezetére támaszkodhatott, illetve azon belül sokkal inkább a belső karhatalomra, mert itt egy külön téma lenne a hadseregnek a viselkedése. Országos szinten a rendőrségnek a viselkedése, tehát egy legyengült hatalomról van szó, amely csak abban most a Nagy Imrék esetében is, ha Nagy Imre nem így gondolkodott volna, hogy ha Nagy Imre nem keresi a közeledést a társadalom, akkor a Nagy Imrét, a társadalom dönti meg, akkor a forradalomnak egy újabb szakasza következhetett volna be, kész, ennyi. Lehet azt mondani, hogy Nagy Imre, most egyszerűen próbálok fogalmazni, enged az utca követelésének? Itt azt mondják mindig, a Nagy Imre baráti köre is azt mondta, hát elég sokkal tudtunk mi még annak idején beszélni, hogy Nagy Imre kullogott az események után. Nem, a Nagy Imre nem kullogott az események után. A Nagy Imrenek volt egy víziója. Ebben a víziója benne volt a bantungi öt alapelv, sok minden benne volt. És a Nagy Imrének lehet látni, hogy attól nem tágított, tehát nem mentő azon túl, mint amit leírt. És az elképzelhető és elfogadható volt számára, ugyanis ugye nem véletlen volt az sem, hogy a Gyenes Antal annak idején Kádár azért nagyon megharagudott, azt mondta, hogy Nagy Imre volt a legnagyobb teoretikus. Nagy Imre szocialista volt, ha akarom, kommunista volt a maga rendszerén belül, és az ő kommunizmusa nem az volt, mint a moszkvai, és innentől kezdve az értékrendje egy baloldali értékrend volt. Ezt, hogy milyen mélyen volt bal és mennyire volt bal, ezt érdemes lenne megvizsgálni, de hogy azt látta, hogy egyáltalán a baloldaliság megmentése érdekében neki meg kell húzni lépéseket, ez benne volt az ő szemléletében, koncepciójában, tehát ez nem engedmény volt, hanem egyszerűen ez is ez sem egyetlen a történelemben, hogy megvárom, hogy a tömeg hatást gyakoroljon rám, hogy én engedelmeskedni tudjak neki. Nagy Imre meglátásom szerint életében és halálában vagy haláláig megmaradt baloldalinak, vagy mondjuk azt kommunistának. Egy nagyon nehéz helyzetbe hozott egy olyan döntést, amit nem biztos, hogy mindannyian meghoznánk. Viszont voltak még olyan döntések október 31-e után, amelyről azt szokták mondani, hogy szintén befolyásolták a forradalom és a szabadságharc történetét. Gondolok itt a semlegességgel kapcsolatos nyilatkozatra, vagy gondolok arra, hogy az általad már említett úgymond polgári pártok, nevezzük így őket, a szociáldemokratát is elsősorban teret kapnak ismét, és a régi koalíció próbálna fölállni. Nagy Imre egy olyan hatalom részeként válik miniszterelnöki, amely hatalom nagy részt a 23-ai előtti kompromitálódott személyekből áll. Olyan szituációban lesz, amikor a Szovjetunió hozza a döntéseket változatlanul, és ennek katonai erővel is súlyt ad. Tehát nagyon szűk a mozgástere. Igazából Nagy Imre megítélésére akkor lett volna mód, ha valóban itt szabad választásokat tartanak, mert egy 56 utáni szabad választásoknál
azért tényleg felmerült volna itt a versenyben, hogy hogy nevezték október 28-a előtt is Magyarország miniszterelnökét, és milyen áldozatok következtek be. Tehát az az 1100 ember, és ezek között 220 magyar, hogy és milyen körülmények között halt meg sortüzekbe. Tehát ezek a kérdések akkor merültek volna fel hangsúlyosan. Nagy Iprén túllépett tulajdonképpen maga a szituáció, az oroszok eldöntötték, hogy már nem Nagy Imrével akarnak együttműködni, kijelölték az új vezetőket, és 31-én ugye teljesen más irányt szabtak a történetnek. Sajnálatosan Nagy Imre maga is az Áhonyi Vasutasok jelentései alapján érti meg, hogy a szovjet vezetés másképp döntött, mert újabb szovjet csapatok lépték át a határt, és amikor Kádár eltűnt, meg Münich, akkor ő már szerintem tökéletesen tisztában volt azzal, hogy egy új kormány körvonalazódik Moszkvában. Azt hiszem, kedves nézőink, amire Horváth Miklós utalt, ez határozta meg meglátásom szerint legalábbis 1956 forradalmának és szabadságharcának a történetét. Nem voltak olyanok, akik számára fontos lett volna a magyar szabadság ügye. Különböző érdekek miatt nyilván lemondtak erről, hogy konfliktusba kerüljenek, és két világhatalom mondjuk fegyverrel dönts el, hogy hova tartozom Magyarország. Ezzel együtt és ettől független azt gondolom, kedves nézőink, hogy 1956 emlékének fölidézése mindenkor kötelességünk, annak minden apró momentumával, és lehetőség szerint főhajtással mindazok iránti tisztelettel, akik életüket áldozták Magyarországért. Lehet legyenek jobboldali, baloldali gondolkodók, középrehúzók, de a számukra független Magyarország meghatározó lett volna azoknak az emléke, azt hiszem, hogy fent kell, hogy maradjon. Köszönöm szépen M. Kis Sándornak, Horváth Miklósnak, hogy gondolataikkal fölidézték 1956 történéseit, és azt hiszem, hogy volt a nemzet történetében valami, amit egységesen tekinthetünk. Egy önálló független Magyarországért sok százezren, sok millióan gondolkodtak egyformán, és nagyon sokan tettek is érte. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!